Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban az MTB frissen megjelent újdonságát, a MÁV M63-as nyíkbece nevű dízel villamos mozdonyának 4. A-korszakos H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. Idén még az év elején jelent meg a gyártó az M63-001-es pályaszámú mozdonnyal 4. korszakos kivitelben, szabvány narancs színben. Ennek a sorozatnak a folytatása érkezett meg most, ismét az 1-es pályaszám van a mozdonyon, azonban még az eredeti gyártáskori színterv szerint van festve a jármű. Első körben gondolhatnánk, hogy csak egy egyszerű átfestés. Azonban, ha közelebbről megnézzük a modellt, akkor észrevehetünk egy-két dolgot, amit fejlesztett a gyártó az előző kiadás óta. Az egyik ilyen a jármű szekrény felülete. A korábbi kiadású gépet közelről fotózva a felületen látszottak az öntőszerszám megmunkálásának a nyomai, ezen az újabb mozdonyon ezek már nem látszanak, valószínű, hogy felpolírozta a gyártó a szerszámot. Főleg a mozdony tetején látható jobban az eredmény, sokkal simább, egyenletesebb a felület. A kapaszkodók terén is láthatunk némi javulást. Durva, ragasztó foltokat nem találtam, láthatóan kevesebb ragasztót használt a gyártó a korlátok rögzítésénél, és a korlátok is láthatóan szebben állnak, mint a korábbi mozdonyon. Javított a gyártó a kiegészítőkön is, a légtömlők, a lépcsők és a tengelyvég szerelékek sokkal könnyebben a helyükre illenek már. És akkor ejtsünk pár szót a mozdony festéséről. Az M63-asok ezzel a színtervvel mutatkoztak be, az MTB is ezen színterv szerint festette le a mozdonyt. A festés szerintem jól eltalált, a fellelhető képek alapján teljesen rendben vannak a színek, és jól eltalálta a gyártó a különböző színű sávoknak az arányait is. A maszkolások alapvetően jól sikerültek, egyedül a mozdony 2-es végénél találtam kis maszkolási pontatlanságot a fehér sáv tetején és alján, főleg a mozdony sarkánál. A modell mozdony szekrénye szép selyemfényű, azonban az alváz és a forgóváz továbbra is anyagában színezett műanyag. Tamponozás terén a gyártó hozta a kötelezőt, szép éles feliratokkal találkozhat a modellező a járművön szinte mindenhol. Beltartalmilag és hajtásilag nem történt változás, a korábbi kiadásnál már látott megoldások vannak a mozdonyban. Plux 22-es dekóder, kapcsolható vezetőfülke világítással, 6 hajtott és csapágyazott tengely a forgóvázakban és a szokásos középmotoros hajtás, valamint a meglehetősen nagy 600 g feletti súly jellemző a mozdonyra. A mozdony klasszikus 4. korszakos, így lehet tehervonatoztatni, vagy akár gyors vonatok elé is hadrafogható, ez esetben akár vékony csíkos, akár vastag csíkos Y-kocsikból állíthatunk ki mögé szerelvényt, de akár klasszikus BY-kocsikból is tehetünk mögé sebes vonatot. Így egy széles körben felhasználható mozdonnyal van dolgunk. A modellára továbbra is 80.000 forint környékén maradt, így egy meglehetősen jó árérték arányú modellel van szerintem dolgunk. A gyártó láthatóan szériáról szériára fordít figyelmet a járműveire, és javít és fejleszt, ahol tud. Ezt azért örömteli látni a mai világban. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!